Erik le van adva az óvodába. Úgyhogy most már Lacussal megyünk haza. Szerintem, mire ti ezt a videót látjátok, addigra én már a kórházban vagyok. Ma kedd van, 23-a. Ma az első nap a derék csípődésem után, hogy kijöttem a házból, és én intéztem el Eriket. Eddig segítségem volt. Most már picit bicegve, picit sántítva, de elég jól tudok most már mozogni. Tény és való, hogy nagyon könnyen fáradok, és azt érzem, mintha a testem, a lábom nem bírná a súlyomat, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem pontosan, de úgy fáradok elég gyorsan. Úgyhogy ez így egy kicsit nehézkes, de kis séta kell, mert ilyenkor már túl leszek a műtéten, jövő héten. Hétfőn délután 5 órakor fekszem be, és kedd reggel fognak műteni. Úgyhogy gondolom, mire ti ezt a videót látni fogjátok, addigra vagy megműtöttek, vagy a műtőben leszek, vagy kórházban. Nem tudom. Kicsit szét vagyok zuhanva minden téren. Videóim sincsenek úgy felvéve. Ideges is vagyok, lelkileg is, testileg is, fáradt. Ami szerintem egy kicsit úgy érthető is, úgyhogy erőle is elnézést ezért, az összevisszaságért, hogy egy kicsit ilyen szétszórt vagyok. De ezeket a kutyákat az autóból tették ki itten Peterden már lassan egy hónapja. Azóta szegénykék itt szaladgálnak fel, alá senki nem fogadja be őket. Enni! Tessék! Enni! Lacus! Lacika! Na hát, erről ennyit. Valahogy... Na, mindegy is. Gondoltam, ez lesz egy ilyen kis vlog valami, amiben ilyen pici kis szösszeneteket rakok nektek az utóbbi napjainkról, heteinkről. Ebben lesz, őszintén megmondom nektek, csípő, vagyis derékbe csípődés előtti kis szösszenet a játszótérről. Ebből lesz itthon egy kis rész. Ilyen minden össze-vissza videó, amit az utóbbi napokban, hetekben csináltunk. Úgyhogy, ha érdekel, fogadjátok szeretettel, nézzétek, lájkoljatok, és remélem, hogy érkezni fogok nektek egy kórházi vloggal is. Puszilak titeket, sziasztok! Sziasztok! Most voltunk egy jó nagyot biciklizni. Ma már péntek van. 2 nap múlva fekszem be a kórházba, és gondoltam, hogy egy ilyen utolsó kis részt a vlogocskába, ami nem napi vlog, hanem ilyen heti vlog lesz. Mit csináltunk a héten. Minden részből egy kicsi fel lesz véve. A fiúk homokoznak. Én meg hintázok. 15-én voltam orvosnál,
És 15-én azt mondta a doktor úr, hogy végül nem lesz teljes műtét, ahogy terveztük. A teljes műtétet arra értem, hogy köldöksért műtét, hasfal összezárás, és ez a lógó rész, ami ide lent lóg, ami a fogyás során ott meggyűlt, azt is egy picit, hát levágtuk volna, nem plasztika, nem ilyesmi, hanem ez mint STK-n belül van. Csak mégis akkor ugye, ha már összehúzák és a nagyvágást csinálnak, ne veszek egyetek? Erik, miért nem ülsz át erre a sarokra? És akkor így lett volna nagy műtét, mondjam így, de azt mondta, hogy elég szépen látszik a fogyás, és ahogy lement egy picit a pocak, szóval ez a rész itten lejjebb ment, itt egy kicsit kisebb, azt mondja, már az a hurkám se olyan nagy itten, ami volt, így ő azt mondja, hogy maradjunk inkább annyiban, hogy nem nyúl a hasfalamhoz, mert az, ha még több lemegy, és egy kis edzéssel, ez így nem jó. Ha még több lemegy, és egy kis edzést is fogok csinálni, már a sérv miatt fogok tudni, akkor azt mondta, hogy sokkal többet fogok fogyni, és jobban össze fog húzódni a hasfalam. És nyilván az a bőr, ami alól meggyűlik, az még nagyobb lesz. És ha nem zárul össze teljesen, majd akkor menjünk inkább vissza, és akkor megcsinálja a hasfal összezárást, meg a fölösleget levágja. De azt mondta, mivel fiatal vagyok, nem szeretném most ezt mind megcsinálni, mert látja, hogy javul a helyzet, és inkább szeretne annak adni egy esélyt, de ha mégsem jön össze, vagy bármilyen úton fogva abba marad a fogyás, vagy minden, akkor ezt megcsinálja. De az nem azt jelenti, hogy kisebb lesz a hasam, szóval ugyanekkora lesz a hasam, csak ezt a lógó bőrt, meg zsírészet részt ott lent levágja. Úgyhogy ezt beszéltük 15-én, majd azt mondta, hogy menjek el, bocsánat, traktoroznak a szomszédba, menjek el laborra, altatóorvoshoz, és mellkasröggent csinálni. Kérdeztem is tőle, hogy ezeket mikor, és erre rávágta, hogy hát még ma. Aninak 2 órakor ment már a vonatja volna el, de én még 2:30-kor még kórházba voltam, sikerült elintéznek mindent, csak kifogtam egy olyan rohadt mellkasröggent, amíg vagy le volt merülve, de betettik, amíg fel volt öltő, de azt nem fogadta a gép, ottan csupaszon ölelgettem azt a táblát, fel alá el kellett állni, majd végül bejöttek a mi beteghordozó csávók, én ott tudjátok, ez a takargattam ott magam, olyan kellemetlen volt. Na, de egy 1/2 órán belül sikerült megcsinálják a röggent. Az altatóorvos lepecsételte a papírt, és akkor mondták, hogy sajnos nem tudják a műtétet 1-e, 2-a, 3-án csinálni, hanem még 30-án, most áprilisban. Így hát 29-én délután 17 órára kell befeküdjek a Berettyóújfalusi kórházban a sebészeti osztályára, és kedd reggel műtenek. Azt nem beszéltük meg, hogy mennyit maradok, ugye azt nem is kérdeztem. Én abban reménykedek, hogy csütörtök péntekre haza fognak engedni. Azt tudom, hogy 6 hétig teljes kíméltség alatt kell legyek, nem emelés, nem fekvés, ülés, hirtelen mozdulás, guggolás. Mesélj, de hogy fel tudok ülni a bicikliset. Mindjárt. És 6 hónapig viszont meg teljes fizikai munkát nem szabad végezni. Hát de ezt nem lehet betartani szerintem 2 gyerekkel, úgyhogy még Lacika még elég kicsi, emelgetni kell, pakolgatni, tisztába rakni, nem az, mert felmegy az emeleten, de ha úgy van, akkor fel kell vinni, vagy le kell hozni. Nem tudjuk még, hogy ez teljes mértékben hogy fog alakulni. Így a férjem most hazajön sürgősen 29-ére, hétfő reggel legkésőbb megérkezik, hétfőn engem bevisznek, ő lesz itthon a gyerekikkel, hétfőn meg kedden, kedd este 6:30 fele érkezik meg anyu, és akkor anyu lesz velük, szerda
kedd este érkezik anyu, és akkor szerda, csütörtök, péntek anyu lesz velük. Persze, hogyha Jani nem kell elmenni, akkor Jani is itthon lesz. Legalább hazahoz a kórházból, meg itthon tud egy kicsit még füvet váltni. Kitört a talicskának a kereke, azt is meg kell javítani, vagy nem, hogy kitört, kifordult, nem tudjuk, azt is meg kell javítani. Ezeket még megcsinálja, de ha esetleg el kell menjen, akkor anyu marad itt a gyerekikkel, és következő héten egész 10-ig ő lesz még itt velem, ő lesz a segítségem, és 10-től lesz itthon a férjem két hét tápénzen. Úgyhogy ő lesz még itthon két hét tápénzen, és ha utána még szükség van, akkor a jósó még vagy sógónő méghez fogunk még segítségért fordulni. De mi reménykedünk, hogy ez a 3,5 hét alatt meggyógyulok, úgyhogy ne kellessen több segítség, de nem mondjuk azt, hogy nem. Meglátjuk, hogy hogy fog alakulni. Úgyhogy nem tudom, hogy szerintem ez lesz az utolsó videó, amit tőlem fogtok látni. Érkezik kettő darab temus csomag is, egyiket egy csütörtökön, másikat egy pénteken rendeltem, mert péntek reggel bedobott egy, az ott csalánt lesz, babám, meg ne csípjen, bedobott egy csomó nagyon jó kis nyári cuccokat a fiúknak, és egyforma ruhát tudtam mindkét méretben venni, így hát pénteken adtam le még egy rendelést. Azok május 7-én fognak érkezni, így hát remélem, hogy azt még le fogom nektek tudni majd videózni, és addig egy kicsit helyrébb pofozódok. De nem ígérek nektek semmit a videókkal kapcsolatosan, mert nem tudom, hogy mi lesz, hogy lesz, de addig is fogadjátok szeretettel ezt a videót, ez a hetünkből egy pár szösszenet, de a legtöbb ilyen kis pofázás lesz. Meg fog ütni. Itt a Tomi cica. Tomi? Nem bántjuk! Na, szóval nézzétek a videót tovább, lájkoljátok, iratkozzatok, és... meg lehet élni. Kinek van még ilyen dolga? Csak a házi állatoknak. Én is szeretnék egész nap így pihenni. Egyen meg, nagyon rossz idő van kint. Egyik az jelső, és a kis macika itt eldölt. Erik le van adva az óvodába. Úgyhogy most már Lacussal megyünk haza. Szerintem, mire ti ezt a videót látjátok, addigra én már a kórházban vagyok. Ma kedd van, 23-a. Ma az első nap a derék csípődésem után, hogy kijöttem a házból, és én intéztem el Eriket. Eddig segítségem volt. Most már picit bicegve, picit sántítva, de elég jól tudok most már mozogni. Tény és való, hogy nagyon könnyen fáradok, és azt érzem, mintha a testem, a lábom nem bírná a súlyomat, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem pontosan, de úgy fáradok elég gyorsan. Úgyhogy ez így egy kicsit nehézkes, de kis séta kell, mert ilyenkor már túl leszek a műtéten, jövő héten. Hétfőn délután 5 órakor fekszem be, és kedd reggel fognak műteni. Úgyhogy gondolom, mire ti ezt a videót látni fogjátok, addigra vagy megműtöttek, vagy a műtőben leszek, vagy kórházban. Nem tudom. Kicsit szét vagyok zuhanva minden téren. Videóim sincsenek úgy felvéve. Ideges is vagyok, lelkileg is, testileg is, fáradt. Ami szerintem egy kicsit úgy érthető is, úgyhogy
Erőre is elnézést ezért az összevisszaságért, hogy egy kicsit ilyen szétszórt vagyok. De ezeket a kutyákat az autóból tették ki itten Peterden már lassan egy hónapja. Azóta szegénykék itt szaladgálnak fel, alá senki nem fogadja be őket. Enni! Tessék! Enni! Lacos! Lacika! Na hát, erről ennyit. Valahogy. Na, mindegy is. Gondoltam, ez lesz egy ilyen kis vlog valami, amiben ilyen pici kis szösszeneteket rakok nektek az utóbbi napjainkról, heteinkről. Ebben lesz, őszintén megmondom nektek, csípő, vagyis derékbe csípődés előtti kis szösszenet a játszótérről. Ebből lesz itthon egy kis rész. Ilyen minden össze-vissza videó, amit az utóbbi napokban, hetekben csináltunk. Úgyhogy ha érdekel, fogadjátok szeretettel, nézzétek, lájkoljatok, és remélem, hogy érkezni fogok nektek egy kórházi vloggal is. Puszillak titeket, sziasztok! Így aztán meg lehet élni. Kinek van még ilyen dolga? Csak a házi állatoknak. Én is szeretnék egész nap így pihenni. Egyébként meg nagyon rossz idő van kint. Egyik az jelső, és a kis macika itt eldölt. Megmutatom, hogy állnak a kis palánták. Ezek itt a sherry paradicsomjaim. Hát majdnem itt e kivételén mindegyikbe kinőttek. Viszont én nem értek hozzájuk. Szerintem nagyon nyurgulnak, de lehet, hogy nem értek. Ezt most locsolásnál egy kicsit kiütöttem. Hoppá, hát ha megmarad. Ez a sima paradicsom. Ezeknek is kezd most már sima kis paradicsom alakjuk legyen. Ez paradicsom, ott sherry. Ezek itt a kis paprikáim. Itt is van, ami nem bújt ki, ebbe csak egy, ott is csak egy. És így néz ki a partizsánom. Hát, kibújt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Szóval ezek itt a padlizsányaim. Elég silány, kevés bújt ki. Na, nem tudom. És akkor itt van így a többi. Ezt nézzétek, milyen szép kaktusz kaptam a férjemtől. Annyira aranyosak, van kis cukimukik. Nagyon tetszenek. Az orchideám másodjára virágzik, most viszont csak itt a teteje virágzott. Át is ültettem őket. Itt az egyik szárát levágtam, mert elszáradt, a második még jó állapotban van, nem tudom. Ezek itt a kis orchideák, kaktuszaim. Most már kint fel kell robisztassuk a kertet, mert szeretném eldugni most már a salátát, meg a hagymát, de na, idő még, mire a kis palántáim megnőnek. Nem is hiszem, hogy nekem már most hagymát fogok dugni. Meg kéne csináljam a magaságyast hozzá, és ha kész van a magaságyasom, akkor el kéne dugni a hagymát, viszont 4 nap múlva fekszem be a kórházba, így nem biztos, hogy már én kertészkedni fogok mostanság. Nagyon szép lett az ud, lelettek vágva,
meglettek metszve a fák, bevetettük fűmaggal ezeket a részeket itt, ahol nem volt. Tudjátok, hogy nagyon csúnya volt az udvarunk, hogy szétdúrták emiatt az új szennyvízakna miatt. Viszont hordattunk földet még, és így ezeket a lyukakat itten betömtük földdel, és bevetettük fűmaggal. Nagyon rossz idő is van, esett az eső, sár van. Nézzétek, hogy fújt a szél. Szétfújt itt mindent, de na. Már zöld ott hátul a rész, ahol kéne majd a palántokat ültetni, úgyhogy ideje volna felrubizni. Paradicsom, paprika, padlizsán fog kerülni. Szeretnék még salátát, tököt, hagymát, dinnyét, van már eper azokon a kis fákon, amit ültettünk. Van eper is, meg málna is megmaradt, a szeder is megmaradt, úgyhogy alakul a kis kertünk. Na, de bevágok nektek ide egy kis részt, mikor mentünk Lacikával játszótérre. Még egy pár rész ide be fogok nektek vágni, és kb. Ennyi lesz ez a videó, mert nem szeretném elhúzni, mert sok teendőm van, sok videó van még, amit fel kell vegyek, hogy legyen nektek videó arra az időre, míg benn vagyok a kórházban.